Átnyújtották a Guillaume Nándor ifjúsági regénypályázat díjait a Szent Tamási Kultúrotthonban. Az író születésnapja alkalmából rendezett ünnepség fontos a Szent Tamásiak számára. Talán segít abban is, hogy a kultúra is ismét egy kicsit előtérbe kerüljön, tehát hogy az emberek igényesebbek legyenek és olvassanak. A 2012-ben meghirdetett pályázatra 4 mű érkezett. Móra Regina, Pöttöm város regénye díjban részesült. Az írónőt nem először jutalmazták. Nekem nagyon megfelel ez a pályázat, mert azok közé, az írók közé tartozom, akik kicsit félnek a művük bemutatásától, és ez a jeligés módszer nekem nagyon megfelel, és bátorrá tesz. A legjobb alkotásnak járó elismerést Fehér Miklós, zentai fiatal író műve, a Fekete normalitás érdemelte ki. Én ezeket az élettapasztalatokat próbáltam átadni először a novelláimon keresztül, aztán pedig azt tettem észre, hogy amikor voltak olyan novellák, amelyeket nem publikáltam, azok egyetlen egy történetet mesélnek el, és ezek a történetek egybefonódnak valahogyan, valamelyest, valamilyen úton, módon. És akkor ötlött ez az eszembe, hogy esetleg egy nagyobb volumenű prózát is tudnék írni. A Guillaume Nándor napok és a regénypályázat életre hívója a Szent Tamási Guillaume Nándor emlékház. Az évek alatt benyújtott novellák és regények a magyar egyetemes kultúrát gazdagítják. Nem csak az, hogy tanultunk és ismertségeket, barátságokat szereztünk, hanem a guillaume-i diskurzus továbbélését is jelentette ez a 4 év, és ezért az idén megjelentettük, tehát a 2016. évi novella pályázatot is magyar nyelven alkotó szerzők részére. A díjátadó ünnepséget a Történet darabok rajzpapíron elnevezésű kiállítás követte, majd a Zsebszínházban születésnapja alkalmából köszöntötték a szintén Szent Tamási születésű Végen László írót. A Neoplanta, avagy az Ígéret földje című műve alapján készült színdarabban lepték meg a szerzőt.